Hello, sziasztok srácok, én Mugi vagyok, és ebbe a videóba a démon gyümölcsökről lesz szó, milyen típusai vannak, mik azok a démon gyümölcsök. Csapjatok bele velem ebbe a videóba. Shintaré! Na hát a démon gyümölcs vagy kinek hogy tetszik, ördög gyümölcs, valaki így is hívhatja, mind a kettő igazából majdhogy nem ugyanaz. Én démon gyümölcsnek fogom hívni, mert én nekem a feliratba ez ragadt meg, hogy démon gyümölcs. Én olyan feliratot néztem, ahol így hívták, láttam olyan epizódot is, ahol ördög gyümölcsnek hívták, de nekem a démon gyümölcs maradt meg. Na hát, ugyebár a démon gyümölcs a tenger mélyéről lévő gyümölcs, nem tudjuk, hogy ki alkotta, mi alkotta, hogyan jön létre egyelőre, mert persze még mindig tart a sorozat, tehát amiket most elmondok, azok eddig az animében, amik történtek, azok alapján szedtem össze és mondom el. Az, hogyha később valami megváltozik, az már egy újabb videót igényel majd. Na de, ugye azt nem tudjuk, hogy ki alkotta, mi alkotta őket, a tenger mélyéről vannak ezek a gyümölcsök, mindegyiknek külön-külön képessége van. Igazából a gyümölcsöket, ahogy elnevezik, azok a képességek vannak. Na már most ezenek a gyümölcsöknek háromféle típusa van. Van neki egy Logia típus, egy Paramencia típus és egy Zoan típus. Na már most kezdjük is a Paramenciával. Ez a Paramencia gyümölcse van Katakurinak, Luffynak, ugye egyelőre. Most még ami az animében van, akkor még Paramencia van neki. Ilyen gyümölcse van Bugginak is, ilyen gyümölcse van Fehér Bajusznak és Fekete Szakálnak is. Körülbelül olyan, hogy azt a képességet tudod uralni, tudsz vele lőni, irányítani, és még belőled is árad, legalábbis bizonyos testi részen is lehet ez a képesség, ugye ez mindenkinél máshogy van. Tehát a Paramenciát kb. Így lehet, nagyon elmagyarázni nehéz lenne, szóval úgy, ahogy látjátok, hogy Katakuri miket tud csinálni, Fekete Szakál, Fehér Bajusz, így lehet beazonosítani a Paramenciát, az kb. Egy ilyen közepes gyümölcsféle. Na már most a Logia, az sokkal másabb, a Logiában már a saját testüket is olyanná tudják alakítani, amilyen a gyümölcsnek a képessége, és ezt nem lehet megsebezni se, kizárólag csak is Hakival a fegyverzet színével. Ugye a Logia típusok ez Akainu, Aokiji, Ace, ők nekik teljes mértékben a testük is magmává válnak, vagy jéggé válnak, vagy tűzzé válnak. Ezt így lehet behatárolni. Én szerintem a Logia típus sokkal jobb, mint egy Paramencia, bár ez ugye változó, ez nagyon változó, de mindjárt erre is kitérek. A Zoan típusú, ami kimondottan állatokká tudsz átváltozni. Ezt láthattuk Lucsinál is, ő egy kőkemény leopárdá tud átváltozni. Szóval a Zoan típus az olyan, hogy maga az állattá tud átváltozni, amilyen típusú persze a gyümölcs. A Zoannak vannak még jobb formái is, a Mythical Zoan az nagyon erősnek tűnik, ilyen van Kaidónak vagy Márkónak is. Tehát ez a három típusú démon gyümölcsünk van, a Paramencia, a Logia és a Zoan. Amit tudni kell még a démon gyümölcsről, aki fogyaszt démon gyümölcsöt, az többé nem mehet a sós tengerbe, elzsibbott az egész teste és lezuhan a mélybe és meghal. Egyszerre csak egy gyümölcsöt lehet enni, kettő után belehal az adott fogyasztó. Igazából ez Fekete Szakál az egyetlen, akinek még nem tudjuk a titkát, hogy hogy tud több gyümölcsöt megenni, de mindenki más, ha enne egy gyümölcsöt, vagyis kettőt, bocsánat, akkor az már meg is halna. Még nagyon érdekes a démon gyümölcsbe, hogy neki van egy ébredése. Egy bizonyos fogyasztó el tud jutni egy olyan szintre, amikor felébred a gyümölcse, és sokkal, de sokkal erősebb lesz, és sokkal erősebbek a képességei, technikái is. Ezt láthatjuk Doflamingónál, Katakurinál is. Ha minden igaz, majd Luffynak is a Gear 5 az egy ébredés lesz, de ne aradjunk előre, mert ugye az animében ez még nem nagyon van benne. Tehát, hogy összegezzük gyorsba, hogy a démon gyümölcs a tengerből származik, aki megeszi többét nem mehet a tengerbe, mert elveszti az eszméletét, lebénul a teste, és nem tud kiúszni, ott fog megfulladni. Háromfajta típusa van a Logia, Zoan és Paramencia. Az, hogy melyik a legerősebb, ez mindig az adott használótól függ. A gyümölcsnek ébredése, ettől sokkal erősebb és sokkal intenzívebbek lesznek a támadási technikái az adott fogyasztónak. De különben nagyon sokféle képesség van a démon gyümölcsökből, szinte az ember el se hiszi, hogy van olyan is, hogy szeletelő gyümölcs. Na hát például ez azért is
fontos megemlíteni, mert például ott van Buggy is, akinek nagyon erős lehetne a gyümölcse, tehát nagyon erős képességei vannak azért egy szeletelő gyümölcsnek, hogy szét tud válni bárhonnan, igazából a karforgatók ellen már alapból pluszba kezd, de viszont ott van egy Buggy személyiség, vagy éppen a Zero nem úgy írja meg, hogy egyszerűen nem tudja úgy használni, hogy ő kiemelkedő legyen, de viszont maga a gyümölcs szerintem nagyon erős. Szóval ez ettől is változik, nem lehet megmondani, melyik a legerősebb. Tippeket lehet rá dobni, hogy melyik, hogy mitől erősebb lehetne, de nehéz igazából így kijelenteni, hogy melyik a legerősebb. Tényleg az adott fogyasztótól függ. De tömören körülbelül ennyit tudunk a démon gyümölcsről, nem akartam kitérni kisebb kitérőkre. Ez egy olyan videó, amit meg tudsz mutatni annak is, aki nem nézte a One Piece-t, hogy nagyjából azért képbe legyen, hogy mi is ez a démon gyümölcs, meg mi hogy alakul. Volt ha kis videó, akkor akartam volna egy ilyen démon gyümölcsös videót is. Ez ugye spoiler nélkül is mehet, ez azt is meg tudja nézni, aki annyira nem ismeri a One Piece-t, de kíváncsi a világára, vagy hogy milyen erejük van, vagy náluk hogy alakul az energia. Na már most, ugye a Hakiról volt szó, démon gyümölcsről még nem, ezért most már mind a kettőről van videó, és a következő videóm a szalmakalaposok képességeiről lesz szó, ugye mint Haki, mint démon gyümölcs is benne lesz. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, dobj egy lájkot, iratkozzatok fel, mert elindulunk, és rengeteg videó fog még érkezni. Köszönöm szépen, hogy néztek, köszönöm szépen, hogy kommenteltek. Én Mugi voltam, elköszönök tőletek, sziasztok!